az 1905-ös francia egyházügyi törvény az kimondja, hogy az állam semmilyen értelemben nem támogatja az egyházakat. A Léleképítő sorozat legújabb meghívott vendége Pálffy István volt. Az előadó eredetileg építészmérnökként dolgozott, majd 10 éven keresztül a Magyar Rádió riportere, szerkesztője volt. Dolgozott televíziókban, volt KDNP-s képviselő és dublini nagykövet is, és mindeközben számos könyvet írt. Több megjelent kötete szólt gasztronómiáról, gasztroturizmusról. Eltérve az eddigiektől, új témát feszeget legújabb megjelent könyvében, ami az Igen, igen, a Nem, nem címet viseli. A kereszténységről és a magyarságunkról szóló gondolatait vetette papírra az író, köntörfalazás nélkül kimondva véleményét. Erről is szólt az előadás a Garai János Gimnázium dísztermében. Az Igen, igen, a Nem, nem, az egy egyértelmű bibliai idézet. Ugye Jézus mondja a hegyi beszédben, de nem is ez a lényeg, hanem nagyon lényeges persze, csak nem ez a lényeg, abból a szempontból, hogy azt hivatott kifejezni, hogy ki kell mondani a dolgokat fehéren, feketén, nincs mismásvalás, nincs össze-vissza beszélés, nincsen duma, hanem az van, ami van, tények vannak, semmi más. Viszont az összefüggéseket látni kell, és ez a könyv, meg ez az előadás is egy kicsit arról is szól, hogy mik ezek az összefüggések, hogy milyen összefüggések vannak Európa múltját, jelenét, és hát persze a jövőjét illetően, és ez az, amire rámutat az előadás, hogy bizony sokszor, nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy Európa az teljes mértékben a miénk, 100%-ig oda tartozunk, hogy ott nekünk nagyon jó lesz, gazdagság, béke, nyugalom vár ránk, csak közben észre kell venni, hogy Európa sose volt ilyen, mindig nyugtalanság, békétlenség, szegénység és persze extrém gazdagság jellemezte, úgyhogy figyelembe kell venni a történelmet, a történelem sok mindenre megtanít bennünket. A könyvet az életpályáján szerzett tapasztalatokból levont következtetések ihlették meg. Itt arról van szó, hogy az a történelmi érdeklődésem, ami mindmellett ott volt, hogy gasztronómiával, étellel, itallal, televíziózással és minden egyébbel foglalkoztam, megérett olyan mértékben, hogy ezzel szeretek igazából foglalkozni. És hogyha az ember fölismer összefüggéseket, akkor utána egyre érdeklődőbben néz mögéjük, és próbálja meglátni, hogy mi a dolgok mozgatórugója. Pálffy István azt is elmondta, hogy ez a könyv csupán az első kötete annak a sok gondolatnak, ami foglalkoztatja, és úgy gondolja, lesz még folytatása, hiszen az élet mindig tálcán kínálja azokat a helyzeteket, amiknek a megírását fontosnak tartja. Személyes tervem nincs. Úgy látom, hogy egyre inkább a világnak van terve velünk, már hogy emberekkel. A legjobb lenne azt elkerülni, hogy kísérleti alanyok, meg kísérleti nyulak legyünk, mert hogy a világnak, meg Európának, különösen az Európai Entitásnak, tehát az Európai Uniónak, Bizottságnak, és az Európai Uniót vezető politikának ilyen tervei vannak velünk, tehát ezt el kéne kerülni. És a személyes terv az, hogy ezt egyértelműen leírjam, letegyem ugyanúgy olyan világosan, ahogy az Igen, igen, a Nem, nem című első kötetben van, mert hogy ezt követni az a második. Követi is majd, amelyik még várat magára. Pálffy közelmúltban kiadott könyve több száz oldalon önálló, de gondolatmenetét tekintve egymáshoz szorosan kapcsolódó kereszténydemokrata szellemű írásból áll.